Igen, Retro DJ, DJ Lottes, az a Lottes Krisztián, és szeretnék őt bemutatni egy kicsit, hogy ő személyisége milyen és a munkássága milyen. Szervusz Krisztián, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Szervusz, köszönöm a meghívást, megtisztelő. Szóval 30 éve vagy a pályán, lehetett mondani? Most már lassan igen, mondjuk ki, hogy 30 év, nem túl szép szám. Milyen nem? Hát nagyon hiú vagyok, és nem szeretem az öregedést, tehát itt félek tőle egy kicsit. De hány éves vagy? Hát most mondjuk ki. Mondjuk, hogy nem vagy, hát hölgyek is szoktak kimondani. 44, igen. Hát azt meg fiatal, ha ne viccél már. És ilyenkor már foglalkozol azzal, hogy öregszünk, megy az idő. Hát úgy érzem. Tehát amikor a színpadon vagyok, vagy klubokban vagyok, ugye megjelennek a fiatalok is, akármennyire retrót játszom. A fiatalok is szeretik a buli zenéket, a slágereket. És ott azért érződik, hogy azért öregszünk, igen. De hogy érzed? Miben érzed? Csontjaidban, ízületeidben? Tényleg? Bevallom, persze. Akár a csontjaimban, akár úgy fáradt vagyok. Én hétköznap leszoktam feküdni, egy kicsit aludni ebéd után. Ez nekem fontos, hogy az egészség megmaradjon. De a retro azt jelenti, hogy régi nagy slágereket dolgozol fel? Így azt, van. És abból lesz a tánc, diszkos, táncos zene? Felfrissítem, a régi dalokat ugye mindenki ismeri, szereti, bulizott rá, és ezeket én felfrissítem. Nemrég jelent meg egy klasszik diszkó mixem, ami hasonló zenéket mutat be, feldolgozva a 80-as Modern Talking, Bonnie M, és ezek kicsit így új köntösben vannak. De egyébként az eredetit szoktam játszani. De Modern Talking, Bonnie M, az hagyják. De mondjuk vannak bizonyos, nagyon klasszikus, nagy zenék, ahol óvatosnak kell lenni, nem? Mert az, ha nagyon-nagyon diszkosítva van, akkor a szentségtelenségi számot. Gondolom, ezt tudnia kell. Na de az átlagos embereknek ugye ezek az előadók az ismertek, és hát ugye erre lehet bulizni. Igen. Egyébként mindig az ember színpadon van, dolgozik, pláne kreatív emberről beszélünk, és népszerű emberről beszélünk. Azért ember személyisége, az benne van a munkásságában. Ez igaz. Ugye? Így van, én elég precíz ember vagyok. Az mit jelent a precíz? Én nagyon szeretem a rendet. És igen? A tisztaságot, hogy magam körül minden rendben legyen. Mert ugye, ha magad körül minden, ugye ezt neked nem kell mondani, minden rendben van, akkor te is rendben vagy. Igen. Én nagyon figyelek, hogy az én körülményeim otthon jók legyenek. Ez az elsődleges. És akkor szakmában is jól tudok teljesíteni. Tehát a precizitás az nem csak a zenéknek a feldolgozásokban vagy a gyártásában mutatkozik meg, hanem például a hétköznapjaimban is. De várj, én azt hallottam a közös ismerősünktől, hogy azért nálad a garázsban autó és nylonon áll. Ez így van. Ez tényleg? Ez tényleg, így van. Mi? Ennek egyébként pont nincs ahhoz köze, ami vagyok. Ennek csak annyi... semmi köze a Retro DJ-hez. Ahhoz a fajta precizitáson most pont nincs köze, mert egyébként valóban én letörlök a csapokat, kézmosás után, meg nem tudom, állam portörlök, pedig van egy házvezetőnöm. Jó, de te tiltakozz, de várj, te házvezetőnő, és a kertészen együtt élsz, ha így van, ott élnek. Ja, nem nálam élnek, de nem nálad, hanem sokszor jönnek. Így van, igen. Ha felhívom, hogy valami kell, akkor jönnek. Ugyanakkor én is megcsinálom, tehát nem arról van, hogy hátadőlök, és nem csak semmi. Persze, hogy ne. Szeretem én is csinálni, csak hogy tudom, hogy fáradt vagyok, akkor jön a kertész, vagy jön a házvezető, és akkor megcsinálja. Neked ugye azt is tudom, hogy az a legfőbb vágyad, legalább magánéletet illetően, hogy van egy 20 éves fia, minden, de elváltál 17 évi házasság után, és most az a vágyad, hogy teljes legyen a család, egy igazi jó társ, az jót tenne, ugye? Igen, mert én 40-es kor még így éltem. Tehát ez a természetes az ember. Igen, nem is ismerem a másikat. Tehát azt nem ismerem, hogy most akkor egy hétig ott van egy nő, és akkor majd kicsit főz, aztán majd jön egy másik. Tehát én nagyon-nagyon szeretem az állatot. Nem a főzésről beszélünk, a társkapcsolatról beszélünk. Igen, igen. Hát csak nekem van egy pár dolog még. Hozzájár ez is, tudod. Igen. Mert szeretet, kötődés, felelősség, jövőkép, érzelmek, a fizikai kötődés. Igen. És most ennek kapcsán, ha lehet erről beszélni pár szót, ugye van a Zenebutik csatornán egy műsor, az Élet Dalos oldala, igen. Ahol ezeket... Reality show. Reality show, és felkértek ebben, hogy szerepeljek, és ezt meg is fogom tudni mutatni a nézőknek. Ez szerintem egy érdekes dolog lesz, ahogy te is említetted, az én személyiségem egy picit másabb, mint az átlagos, és ezeket meg tudják majd nézni esténként a nézők. Hát kérdezem valamit. Tehát... ha valaki szereti rendet,
te tiltakozol tudatosan a mániasz, vagy nem vagy mániákus, de fontos neked a tisztaság, a rend. Ahogy te agyad elvárna a szerinti rend, mert az lehet, másnak a rendje nem ugyanaz, mint a te rend. Ez igaz. Ugye? Ez igen. Érdekes dolog ez. Tehát ez a párkapcsolata is kihat ez a fajta hozzáállás? Nem tudom, mert a volt feleségem ilyen volt, tehát mi így... Ja, egyformák volt az abszolút, a abszolút hétköznapokat együtt éltük. Hétvégeket azért mondom, hogy nem, mert mentem fellépni, meg megyek most. Világos. Picit nehezebb nekünk azért az éjszakai embereknek, meg a fellépőknek, zenészeknek. De azt gondolom, hogy ez azért fontos, hogy legyen ott egy társ melletted, mert akkor jobban tudsz teljesíteni. Hát meg szóval, mert társas lény. Hát igen. Hát nem csak a praktikus hasznok miatt, hanem de hozzá kell... De valami őszintén, nekem az is fontos. Tehát, jó, de azért, ha nincsen lelki kapocs, akkor most hát erőben lehet. Ugye azt mondja, hogy kell a takarítónő, mosónő, ilyennő megtalálni, de az a társ az egy másik. De amikor Zenebutik csatornán ez az életdalos oldalat műsorban szerepelsz, akkor benne van az is, hogy megmutatod őszintén magad, mert ha annak, mondjuk egy hölgy látja azt a műsort, az mondja, hogy Atya úristen, eddig tévedésbe éltem, nekem Krisztiánhoz tartozom, csak nem tudtam róla, tehát ja, de tudni kell, hogy te ki vagy. Nem akarom azt, hogy ez ilyen pár kérdés. Nem van az, hogy az legyen. Nem, igazából én magamat adom, igen. Én egy őszinte ember vagyok, és... Nem szépítgetsz. Nem, sajnos, majd nem tudom, mert nem mindig jó az őszinteség. Ezt meg fogom mutatni. Tehát, hogy én valójában az, amikor felkértek erre a műsorra, hogy szerepeljek, én azt mondtam, hogy tök jó, mert én szeretem magam adni. Szeretem a kis hóboltjaimat megmutatni. Ezekre büszke vagyok. Tehát a hétköznapokban az, hogy szoktam mondani, nekem mindig vasárnap van, ezt nem nagyon szeretik, de tényleg az van, hát hétköznap pihenek a hétvégi fellépésekre, és akkor mit tudom, én is kicsit kertészkedek, vagy a stúdióban otthon dolgozok. Ezekbe lehet majd belekukkantani ebbe a műsorba. És azért fix helyen, heti, fix munkaidőben dolgozol? Vagy hát ez kiszámíthatatlan? Hát az életemben egyébként, mert az ellen is tiltakozom. Tehát nem szeretem a kötöttségeket, kivétel nyilván kapcsolat. Igen. De van egy hely most két éve, ahol folyamatosan visszajárok, illetve hát mint házigazda rezidens vagyok. A Nyugatinál egy nagy retro diszkó, az ismert nagy retro diszkó, annak vagyok a lemezolvasa. És nagyon büszke vagyok, mert hogy ott a 30-as, 40-es, 50-es korosztály összeszalad mindenki egyszerre, és imádják ezt a retro műfajt, úgyhogy ez tök jó. Na, örülök, hogy így alakul az életed, remélem, hogy meg lesz hamarosan a párkapcsolat is. Örülök, hogy eljöttél hozzánk, és őszintén beszélgettünk. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönöm.